Egyáltalán, miből gondolod, hogy ott vannak még? Szerintem rég elpucoltak már. Csak van annyi ezük. Ezük? Ezeknek? Cselédek voltak, és azok is maradnak életük végéig. Ülnek a konyhában, és a sarokba szarnak, és néha kinéznek az ablakon, hogy mit csinál a másik. Ismerem őket, mint a tenyeremet. Nem értem, mitől vagy olyan biztos a dolgodban. Az az érzésem, hogy nincs már ott senki. Üres háza, a cserepek lelokkodva, jó esetben egy-két gírhes patkánya malomban. Ezek még mindig ugyanott ülnek, pontosan ugyanazon a mocskos fokedlén. Paprikás krumplit zabálnak esténként, és nem értik, mi történhetett. Gyanakodva figyelik egymást, nagyokat döfögnek a csendbe, és várnak. Várnak szívósan és kitartóan, és azt hiszik, egyszerűen becsapták őket. Uruk veszett rabszolgák ezek, de nem tudnak meglenni büszkeség, méltóság és bátorság nélkül. Ez tartja bennük a lelket, még akkor is a tompa agyuk mélyén érzik, hogy mindezek nem belőlük fakadnak, mert ők csak ezek árnyékában szeretnek élni. Abba hagynád végre! Aztán, mert igyekszik ez az árnyék, arra vonulnak ők is, mint egy csarda, mert árnyék nélkül nem megy, mint ahogy nem bírják pompa és káprázat nélkül sem. Csak aztán nehogy egyedül hagyják őket ezzel a pompával és káprázattal, mert megdühödnek, mint a kutyák, és szétrombolják az egészet. Adjanak nekik egy jól fűtött szobát, párologjon az a paprikás, és boldogok, ha él, a dunnácskák alatt vihogva beletalnak a szomszéd kúsos asszonykájába. Figyelte egyáltalán Petrinak? Ajaj.